olyan életszakaszokat szeretnék veletek megosztani és bemutatni, amely azt gondolom, hogy legalábbis Isten azt helyezte a szívemre, hogy egyikünk számára sem elkerülhetetlen, és az ember Istenhez való viszonyulásának vannak szakaszai. Nem véletlenül Mózesnek az élete, ahogy a Bibliában olvassuk, olvassátok, három teljesen szabályos, egyenlő részre van beállítva, 3x40 évre, és mindegyik 40 évnek megvan a sajátossága, megvan a tulajdonsága. Nem véletlenül Mózes pont egy olyan életkort élt meg, 120 évet, hogy a harmadik 40 évét is be tudta tölteni. És ez a három periódus, én azt tapasztalom és azt látom nagyon sok hívő életében, nagyon sok bibliai szereplő életében és a saját magam életében is, hogy ennek a három életszakasznak megvan mindannyiunkban a sajátossága, és megvan a szükségessége is, hogy mindezek be fognak következni. Az 1 Korintus levélnek a 8. részében van egy nagyszerű ige, az első vers, és ezt engedjétek meg, hogy felolvassam Isten kegyelméből, ami nagyon-nagyon fontos lesz megérteni, nagyon-nagyon nagy segítséget fog abban adni nekünk, hogy megértsük ezt a mai igét. 1 Korintus levél, 8. rész. Azonnal én is megkeresem. 1 Korintus 8. rész, első verstől. A bálványáldozatok felől pedig tudjuk, hogy mindnyájuknak van ismeretük, más szóval tudásuk. Az ismeret a tudás felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell, hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik ő tőle. Amen. Itt a Biblia egy fontos dolgot szögez le, és azt gondolom, hogy mindannyiunk számára érdemes ezt megfontolni, hogy a Biblia különbséget tesz ismeret, és különbséget tesz bölcsesség között. És nagyon az életünk első szakaszában, ha mindannyian visszagondoltok, nem szól semmi másról az életünk szakasza, csak az, hogy ismeretet és tudást próbálunk szerezni, és próbálnak belünk súlykolni. Olyan megdöbbentő, hogy az ember megszületik, néhány év pihenője van otthon az anyukájával, utána bedugják egy óvodába, ahol ismeretet és tudást kell, hogy szerezzen. Ma már vannak olyan óvodák, ahol egész komoly tudást, nyelveket tanulnak pici gyerekek. Megjegyzem, hogy sokkal jobban, mint mi nagykorunkban a nyelviskolába. De utána automatikusan átmennek egy olyan helyre, ahol eltöltenek ugye a magyar rendszer szerint 8 évet. Aztán vagy maradnak még 4 évre, vagy átmennek egy olyan helyre, ahol eltöltenek 4 évet, és ha a szüleik kellő nyomást gyakorolnak rájuk, akkor még elmennek 4 évre, vagy 5 évre valahová, vagy ahogy a tudásuk, a tehetségük ezt engedi, vagy szakmát tanulnak, és az életünknek az első szakasza semmi másról nem szól, mint hogy tudást és ismeretet szerzünk. És azt mondja a Biblia, hogy önmagában a tudás és az ismeretnek egyetlen egy veszélye van az ember számára, nem az, hogy okos lesz, nem az, hogy többet tud a másiknál, nem az, hogy kiemelkedik a másik közül, hanem azt mondja a Biblia, hogy a tudás az embernek a szívét és az embernek a lelkét azt felfuvalkodottá teszi, és a felfuvalkodottság pedig azért veszélyes, nem csak azért, mert elviselhetetlenné válik az ember, hanem elválaszt az Istentől. Felfuvalkodottsággal nem tudunk az Isten elé menni. Ezért a tudás és az ismeret, csak gondoljatok bele az ember bukását, mi okozta, ha megnézitek, a tudásnak a fájáról kaját be. Jó lett volna, ha a bölcsességnek a fájáról eszik. Én mindig szavaztam volna az örök élet fájára is, de ugye azt Isten nem engedte meg, hisz hát ő annál azért jobbat akar. De a tudásnak a fájáról evett, és a tudás egyből olyan gondolkodó lényét tette, ami kapásból elválasztotta az Istentől. Az első, amit okozott benne, hogy elválasztotta az Istentől. Vagy mondok még egy példát, hogy Salamon, nagyon érdekes, hogy abban a korban, de a mai korban is azt gondolom, hogy a tudás kiemeli az embereket a többi közül, a többi ember közül, és ez is az embernek azért ad inspirációt, felfúvalkodottságot. De Salamon nem véletlenül nem tudást kért, nem ismeretet kért az Istentől, hanem Salamon bölcsességet kért.
Salamon azért kért bölcsességet, mert tudta, hogy a bölcsesség magasabb rendű szellemi valóság, mint a tudás. A bölcsességgel, a tudással megnyílnak előttünk olyan tudományok, amivel felül tudunk kerekedni egy másik ember felett, de a bölcsességgel olyan kapuk nyílnak meg előttünk, amelyel az Isten igéje, az Isten tárházát meg tudjuk érteni, és ezt tovább is tudjuk adni. Ezért nem véletlenül tudott Salamon olyan ítéleteket, olyan döntéseket hozni, amit megértettek a miniszterek is, és megértettek az egyszerű hétköznapi emberek is. Megértettek a férfiak, és megértettek a nők is, csak gondoljatok az elhíresült ítéletére, amikor ketté kellett volna vágni a gyereket. Az nem tudás alapján lett meghozva ez a döntés, hisz a tudás alapján hozza meg, akkor arról szól, hogy meghal a gyerek, ha ketté vágják, és ilyet egy tudós ember nem hoz. Ilyet milyen ember hoz? Egy bölcs ember, mert a bölcs ember az meg akarta oldani a kérdést, és két dolgot is megoldott. Egyrészt, hogy aki hazudott, az beismerte, hogy hazudott. Másrészt, hogy aki a gyerek volt, az tényleg jó lelkiismerettel visszakapta a gyereket. És ezért az életünknek az első szakasza az ebben a küzdelemben megy el, hogy rengeteg tudás és rengeteg ismeret van. Hát lehet látni, amikor az emberek kijönnek az egyetemről, én több ilyen diplomaosztón voltam, és akkor ott megkérdezik tőlük, hogy akarsz-e még valaha tanulni, és akkor kirázza a hideg, a hátán föláll a szőr, és azt mondja, hogy soha az életbe többet. Persze fog természetesen, de valahogy a tudásba abba bele lehet fáradni, mert a tudás az egy olyan dolog, amit igazándiból van sok ember, akinek olyan tudása van, hogy rajta kívül más nem is érti. Gondoljatok csak egy zsenit, egy géniuszt, annak olyan tudása van, hogy hiába ülsz le vele beszélgetni, egyszerűen nem is érted. Meg akarod érteni, meg szeretnéd érteni, szereted azt az ember, de nem érted, hogy miről beszél. Mit tudom én, Albert Einstein-jel egy jó beszélgetés, biztos, hogy nagy érdekes helyzeteket szült volna, mert ő mozog egy másik valóságban, és én is mozgok egy másik valóságban. Ezért nagyon fontos, hogy az Isten bölcsességgel szeretne bennünket betölteni, és az életünknek ez az első szakasza, ez azzal megy el, hogy bizony egy nagy versengés és egy nagy vita van azon, és egy nagy küzdelem van azon, hogy tudást vagy bölcsességet tudunk-e szerezni. Nem véletlenül a bölcsesség az idővel is jár, időhöz is kötött. Általában az ember bölcs mondatokat akar meghallgatni, akkor nem az általános iskolába kérdezősködik, hanem bemegy az idősek otthonába, és az idősek otthonába biztos, hogy talál olyan embert, aki tud neki olyan bölcs gondolatokat mondani, mert ne felejtsétek el, hogy Isten, mikor megalkotta ezt a világ mindenséget, akkor két valóságot teremtett, ugye az eget és a földet. Szerdánként erről beszélünk, az ég az a láthatatlan, a föld pedig a láthatót jelenti. Tulajdonképpen az Isten láthatót és láthatatlan teremtett. Mind a kettő egy valóság, mind a kettő egy létező valóság, mind a kettőt betöltik lények, a láthatót betöltik a vízi lények, a földi lények és a levegőben levő lények, és a szellemi valóságot is betöltik lények, vannak kerubok, vannak szeráfok, vannak szellemi lények, mind a kettő valóságot betöltik, és mind a kettő valóság létezik. És ugye az ember azért egy különös lény, mert az emberben lecsapódik a látható is, és az emberben lecsapódik a láthatatlan is. Mind a kettő lecsapódik, ezért gyakorlatilag olyanok vagyunk, hogy szét akarunk szakadni néha. Erre mondta Pál apostol, hogy mit csinálják, az egyik felem erre menne, a másik felem meg arra menne. Az egyik ide vágyódik, a testem az ide húz, a szívem pedig oda húz. És ezért néha az ember úgy érzi, hogy szétszakad. És ezért nagyon fontos, hogy ebben a látható világban az Isten úgy akarja, hogy eligazodunk, hogy a bölcsesség nyitja meg, az Istentől jövő bölcsesség nyitja meg annak a kapuit, hogy el tudjunk igazodni mind a láthatóba és mind a láthatatlanba. Nem véletlenül mondja az ige a bölcsességgel kapcsolatban, hogy az az egyetlen egy dolog, amire azt mondja Isten, hogy kérjétek és mérték nélkül adja. Nem vagyunk így a pénzzel, nem vagyunk így a tapasztalatokkal, de a bölcsességgel azt mondja az Isten, hogy aki kéri, az mérték nélkül fogja Isten annak adni. És ezért a bölcsesség az megnyitja az Isten beszédét, és az Isten beszéde pedig megnyitja előttünk mind a látható és mind a láthatatlan világot. Ha a 90. Zsoltárhoz lapoztok, ezt a Zsoltárt Mózes körülbelül 120 évesen írta. Ez a Zsoltár ez akkor született, amikor Mózes túlélte már mind a három korszakot, mind a 340 évet, és ezért ugye Mózes imájának is hívjuk nagyon sokszor, és azt gondolom, hogy a Bibliában az egyik legszebb ima. Nagyon sok szép ima van, de ez az ima, ez valahogy olyan,
olyan nagyon eltalált, olyan nagyon szívből jövő, olyan lehet látni, hogy ezt nem egy tudós ember írta, lehet látni, hogy ezt nem egy okoskodó ember írta, lehet látni, hogy ezt nem egy nagy szájú költő írta, meg egy kis szájú költő, hanem ezt egy olyan ember írta, aki valamivel, valami olyasmi ragadt rá, ami nem természetes, és nem a láthatóban ragadt rá. Fölolvasnám, ha megengeditek, ha nem, akkor is. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, te voltál nekünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre, minek előtte hegyek lettek, és a föld és a világ formáltaték. Öröktől fogva mindörökké te vagy az Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod, térjetek vissza embernek fiai, mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási időjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggelig sarjad. Reggel virágzik és sarjad, és estére elhervad és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Eléd bevetetted a mi álnokságainkat, a titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlunk minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb, talán 80 esztendő, és nagy részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Tér vissza, Uram, meddig késel és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Virámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekből gonoszt láttunk. Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, ami Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nekünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nekünk. Amen. Tudjátok, a Zsoltár az úgy kezdődik, hogy Mózes megköszöni, hogy az Úr volt hajlék. Nagyon sokszor elgondolkodom, amikor hajléktalan emberekről beszélünk, hogy valójában csak azok hajléktalanok-e, akik ugye egy híd alatt vagy egy állomáson alszanak, és elég sok megvetés éri. Különösen megrázó volt az a fajta érzéketlenség, különösen Budapesten történt egy pár éve, amikor a fagyban, hóban kirekedteket kizárták az állomásokról és olyan közterületekről, ahol be tudtak volna húzódni, melegedni, mert a társadalom számára a köznép, a közélet, a komfortos, civilizált életünk számára kényelmetlenné váltak. De tudjátok, a legnagyobb hajléktalan az emberiség a kezdettől fogva, ugyanis az első lakást mi vesztettük el, ugyanis úgy kiraktak bennünket az Édenből, hogy csak úgy zörgött. Az első lakást mi vesztettük el, emberek, mégpedig úgy, hogy nem becsültük meg azt az életet, azt a sorsot, azt az ajándékot, azt a tiszteletet, amit az Isten az embernek szánt. És tudjátok, az életünk első szakasza, és majd meglátjátok Mózes életén keresztül, Mózes életének is az első szakasza az arról szólt, hogy Isten kifejezi a tiszteletét, kifejezi a megbecsülését, kifejezi a szeretetét az ember felé. És most direkt nem hívőket mondok, hanem az ember felé. Isten azt mondja, hogy az anyánk méhétől fogva gondja van ránk. Tudjátok, olyan megdöbbentő, hogy Istennek az anyánk méhétől, és ma, ahogy készültem, nagyon megdöbbentett, és nagyon sokat gondoltam már, meg nagyon sokat foglalkoztam, de nagyon sokszor csak egy üres fejjel át se éltem, hogy mit jelent az egy abortusz, amikor elveszik egy embernek az életét. Nagyon sokszor ez így, ugye különösen keresztényként tudtuk, hogy ki kell állni valami mellett, ami nem jó, mert az élet Istentől van, és azt is megértettem pár évvel később, hogy az első, ami létrejön az emberben, az a szíve, és olyan megdöbbentő, múltkor néztem egy olyan filmet, ami a hamvasztásról szól, mondod, hogy majd küldesz jobb filmet, inkább azt nézem, de pont egy ilyet néztem, és olyan megdöbbentő volt, hogy ahogy a legelső, ami létrejön az emberben, a szív, olyan megdöbbentő, hogy a legnehezebben a szív ég el. Mondták, hogy valamikor hosszú perceket kell várni, már minden porrá ment az emberben, de a szíve nem akarja megadni magát, és akkor nagyobb hőfokra kell kapcsolni, és akkor egyszerűen úgy tud csak elégni a szív. És tudjátok, olyan megdöbbentő ez, hogy amikor az ember
megalkotta és megteremtette az Isten, gondoljatok csak bele, hogy mindennel elhalmozta, és kifejezte az ember felé a szeretetét. És ugyanígy van, azt mondja az Isten, hogy a mai napig, barátaim, ha attól függetlenül, hogy eltűnt az éden, ez nincs másképp, és az anyánk méhétől fog, ami bele se gondolunk, de van egy természet fölötti hatalom, a láthatatlan, aki a láthatót azért teremtette, hogy a láthatóban élő ember, mert a láthatatlan és a látható között egy nagyon nagy különbség van, hogy mi emberek idő- és térbeli korlátba vagyunk beszorítva. A láthatatlanban nincs meg ez a korlát, de a láthatatban ez megvan ez a korlát, és tudjátok, könnyen vagyunk ezekkel, hogy pillanat, meg nem sokára jövök. Ma úgy elgondolkodtam rajta, hogy hányszor mondtam már embereknek, hogy pillanat, vagy nem sokára jövök, de valójában tudom-e azt, hogy melyik az a pillanat, amelyik az utolsó lesz? Valójában tudom-e azt, hogy melyik az, és nem tudom? Nem az én kezemben vagyok, van. Tudjátok, az örökké valóságban ezt az emberek nem gondolják végig, de kérlek, hogy ha beszéltek emberekkel, ne csak igékkel és ne csak valami istenképpel tömjétek a fejüket, hanem próbáljátok meg beszélni velük arról, hogy képzeljék el, hogy az láthatóból a láthatatlanba való átmenetel között csak annyi a különbség, hogy megszűnik az idő. Van egy pillanat, amivel lezárul a látható, és a következő pillanat már nem pillanat, hanem átkerültél az örökké valóságba. És az örökké valóságban megszűnik az idő, megszűnik a tér, és tudjátok, az egész földi élet arról szól, a látható arról szól, amikor ki lettünk dobva az Édenből, hogy a láthatóban kaptunk Istentől egy B-verziót, mert nem ez volt a tökéletes akarata, hogy a láthatóban fel tudjunk készülni a láthatatlan életre. A látható semmi másról nem szól. Amikor azokat az igéket hallod, hogy ne foglalkozz a mullandóval, ne foglalkozz azzal, amit a moly meg a rozsda megesz, hanem azzal foglalkozz, ami maradandó, az pontosan arról szól, hogy a láthatóban a legnagyobb feladatunk az az, hogy felkészüljünk a láthatatlanra. Hívő és hívő között azt tesz különbséget, nem az, hogy hogy öltözik, meg melyik felekezetbe jár, hanem azt tesz különbséget, és ez okozta ma ezernyi oldalról megmutatta az Isten ezt a 10 szűz példázatát, de azt láttam, hogy azt tett különbséget a szűzek között, hogy az egyik a láthatóban többet foglalkozott a mullandóval, mint az örökkévalóval. Több időt töltötte, mert nem mondja róluk az Isten, hogy rossz emberek, szüzek voltak. Csak mire nem maradt idejük? Olajnak a begyűjtésére. Az okos szüzeknek mire maradt idejük? Olajnak a begyűjtésére. Mi a kettő között a különbség? Annyi, hogy az egyik fele a csapatnak többet töltött azzal az életében, a sorsában, ami lehet kényszerből, lehet szükségből, lehet bármiből. De nagyon fontos, hogy az embernek, különösen a hívő embernek meg kell néha állnia, és tudatosítani kell magában azt, hogy hová is tartok, és hová is készülök. És egy pillanat alatt átkerülhetek a mulandóból az örökkévalóba. És tudjátok, amikor azt mondja Isten, és azért egy olyan megrázó, ahogy ma átértem, hogy olvastam Magyarországon, hogy 50-60 ezer abortusz van évente. Ez majdnem egy Kaposvár méretű város, ugye 70 ezer körül van Kaposvár lakossága. És ugye elkezdtem számolni, hogy mentek az évek, az évtizedek, és ki tudja, hogy mióta van az emberiségben abortusz, és hány millió embernek nem adatott meg az a lehetőség, hogy azt az isteni kegyelmet, amit ő az anyánk méhétől fogva elkészített bennünk, azt élvezni tudja. És ezért... Tudjátok, egy isteni terv az, hogy az ember megszülessen. Egy isteni terv az, hogy az ember világra jöjjön. Gondoljatok csak bele, Mózes, amikor megszületett, még nem is kellett megszülessen, a születése előtt tulajdonképpen halálra volt ítélve. Ez az Isten embereivel gyakran előfordult, ugye Jézus nem akármilyen embere volt Istennek, ő is tulajdonképpen a születése pillanatában halálra volt ítélve. Mózes úgy volt halálra ítélve, hogy nagyon-nagyon jól babáztak a zsidó asszonyok, és egyszerűen egy fáraó hozott egy döntést, és azt a döntést hozta, hogy minden zsidó asszony, aki fiút szül, azt el kell tőle venni, és meg kell ölni. És olvassuk, Mózest 3 hónapig rejtegették, és a 3. hónapban elfogyott a rejtekhely, elfogyott az erő, elfogyott az idegzet. Tudjátok, nem csak az fogyott el, de egy anyának, egy apának, egy családnak olyan bizonytalanságban lenni, hogy most hová dugjuk, berontolnak a katonák, hová rejtsük el. Ha el is rejtesz egy 3 hónapos gyereket, az fölsír. Ez egy olyan stressz volt, amit azt gondolom, hogy a szülők nem bírtak tovább. És ugye a történetet ismeritek, rárakták a vízre. És olyan megdöbbentő, hogy nem
Az isteni csoda mennyire az emberrel van a születésétől kezdve, úgy ma végig gondoltam, hogy nem akárki fogta ki, hanem annak a fáraónak a lánya fogta ki, akinek az apja hozta azt a rendeletet, hogy meg kell ölni. Ugye olvassuk a Bibliában, hogy a fáraó lánya egyből fölismerte, hogy ez egy zsidó gyerek. Nem volt kérdés, valahogy fel lehet ismerni őket. Isten adott rájuk olyan ismertető jegyeket, ezt nem azért adta, hogy mi cikizzük őket, mert rajtunk is van épp eléggé bőven, hanem azért adta, hogy egyszerűen, ha szétszoratnak és újra összetalálkoznak, akkor megismerik egymást. És ezért a fáraó lánya egyből felismerte, hogy itt valami olyasmi van, meg úgy azért ritkán úszik vízen gyerek, ismerte a törvényeket, ismerte az apja akaratát, tudta magáról, hogy ő neki nem lehet gyereke, és képzeljétek el azt a sztorit, hogy ő neki be kellett mennem az apjához, és az apja, aki meghozta ország világ előtt ezt az ítéletet, azt az apát rá kellett beszélni arra, hogy de egy emberrel tegyen kivételt. Barátaim, ez úgy elmegy az élet, és ment tovább, és az anya, az apa, senki nem volt elfoglalva, mindenki annak örült, hogy visszakapták a gyereket, mert ugye visszaadták, ott ment a nagynéni pont látta, követte a kis Mózest, szólt a fáraó lányának, akkor még olyanok voltak a nagy emberek, hogy közel lehetett hozzájuk menni, mert a nagynéni csak úgy szólt a fáraó lányának, ma ezt próbáld meg. De oda ment hozzá, és mondta, hogy tud pont egy olyan szoptatós asszonyt, aki fel tudná ezt nevelni. Hát, az véletlenül az anyja volt. És az egész családnak elkerülte a figyelmét, hogy valami olyan csoda történt. És tudjátok, amikor az anya méhében megfogan egy gyerek, és ez az első szakasza az életünknek, ez egy olyan csoda, hogy az Isten valahogy a szüleink kezén túl, a szüleink gondoskodásán túl, úgy megdöbbenek sokszor, ugye ez a migráns kérdés, ami előjön, hogy képzeljétek el, hogy vannak mai mózesek, mózesi szülők, akik azt mondják egy viharvert, háború sújtotta országban, hogy 4-5 éves gyerekeket beállítanak a tömegbe, és azt mondják, hogy menjetek. Ugye ma egy nagy vita zajlik arról, hogy egy faluban egy szálloda tulajdonos be akart fogadni ilyen gyerekeket. És ugye odáig fajult ez a kérdés, politikai kérdést csináltak belőle, lemondott a polgármester a faluba, akit lehet, az utálja egymást. Ugye van nekem egy kedves barátom, a cserdi polgármestere, Bogdán Lászlónak hívják, ő gondolt fél év múlva egyet, és mondta, hogy hát ha már nem ott, akkor majd ő is befogadja a faluba. Épp a múlt héten egy műsort forgattak vele, ahol leköbdösték, a járdán az zebrán ment át, egy autó el akarta ütni. Megdöbbentő. Tudjátok, amikor Mózes vízre rakták, az nem volt semmivel egy anyának az a tudat, hogy beállítok egy 5 éves gyereket a sorba. Mi ezt civilizált emberek azt mondjuk, hogy ez felelőtlenség és bűncselekmény ez Magyarországon. Igen, de neked nem kell rejtegetned a gyerekedet, neked nem kell féltened, hogy lelövik, neked nem kell féltened a fiadat, hogy elviszik egy értelmetlen háborúba, ahol valószínű, hogy gyakorlatlan a fegyverforgatásban és az első alkalommal lehet, hogy ott hagyja a fogát egy értelmetlen háborúban. Mert ma a világban nagyon sok háború van, de szeretném elmondani, hogy azt tesz különbséget háború és háború között, hogy van, amelyiknek volt értelme, és van, amelyiknek semmi értelme nincsen. Néhány embernek a hadakozását, néhány embernek a villongását szolgálják ki tömegek az életükkel. Az között, hogy véded a hazádat, véded a családodat, véded a nemzetedet, és az között, hogy néhány ember mögé beállsz, és azokat védelmezed, óriási különbség van. És az történik, hogy lehet látni Mózes életében, gondoljátok el, utána az anya hazavitte, a saját anyja szoptathatta, ott lehetett a saját anyjával. Mekkora csoda ez, barátaim, a törvény ellenére. Hányszor hallottuk ezt az Ószövetségben? Bemegyek a király elé, törvény ellenére. Isten a törvény ellenére is gondoskodott. Felülírta a törvényt, Isten a fáraót úgy kezelte és úgy forgatta, hogy a fáraó azt se tudta, hogy mi történik körülötte. És egy zsidó gyerek lett a herceg. Nem is kis herceg, hanem nagy herceg. Ő lett a herceg, és tulajdonképpen az első 40 év az arról szólt, az Abcsel 7. részben elmondják és leírják, hogy tulajdonképpen Egyiptom összes bölcsességét, összes tudását megtanulta, egy kimondott trónörökös lett. És tudjátok, az első szakasza az életünknek az arról szól, hogy nem látjuk és nem érzékeljük, de Isten mindent megtesz értünk. Nem gondoljuk sokszor végig, de az, hogy egyáltalán megismerhettük az Urat, hogy az az életvezetés, az a vonalvezetés,
ki tékozló fiú életet élt, ki az ellenkezőjét, ki önpusztító életet élt, ki önépítő életet élt. Nagyon eltérő, ahogy élünk. Az egyik pusztítja magát, a másik építi, aztán mind a kettőnek eljön az utolsó pillanat, ahol nem lesz különbség köztük. Az egyik okos marad, a másik buta marad, és mind a kettőnek eljön, és az első szakasz, tudjátok, az minden ember számára egyforma. Minden ember azzal a sanszal születik, hogy az Isten az anyja méhétől fogva vigyáz rá, figyel rá, és az Isten szeretné visszakapni azt az embert, akit ő teremtett és alkotott. Ezért van az, hogy annyi mindent megúszunk. Ha visszagondoltok az életetek első időszakára, akármilyen viharvert környezetből is érkeztél, annyi mindent megúszol, annyi mindenen túlmentél. Az ember gyerekkorból, mikor kijön, annyi mindent tud mesélni, hogy ott majdnem meghaltam, ott majdnem elütött az autó, soha nem felejtem el, fogocskáztunk az unokatestvérem, egyszer csak hasadolva jogát, és mi annyit látunk, hogy átmegy fölötte egy autó, egy nagy teherautó. És nem értettük, na mondom, Jóskának annyi, már amit gyerekként ebből föl tudtunk fogni. És akkor mi oda mentünk, az autó elment, olyan sokkot kapott a sofőr, hogy csak 100 méter múlva állt meg, ki sem mert szállni a kocsiból, mert a gyerek ott feküdt. És csak Jóska fölpattan és rohan tovább, azt mondja, mi van, fogjatok meg, mint ami se történt van. És ezeken úgy mentünk, játszottunk, este még egy jót röhögtünk rajta, hogy na, Jóska fölállt, stb. Milyen jó volt. És ilyen kis hétköznapi dolog, a szüleinknek el sem mertük mondani, mert az életben nem fogocskázhattunk volna többet. Tudjátok, észre veszük, de olyan gondviselés van az emberi életen, mert az Isten el akar juttatni addig a pontig minden embert, hogy döntést tudjon hozni, hogy hogyan tovább. Minden embert. Ezért ne legyen semmi kétségetek, hogy azok az emberek, akik nem tudnak eljutni önhibáikon kívül addig a pontig, hogy döntést tudjanak hozni, azok az emberek ott fityegnek a mennyben. Azoknak az embereknek, akiknek elveszik az életét azelőtt, hogy döntést tudott volna hozni, azok mind ott fityegnek a mennyben. Én meggyőződésem nekem erről. Miért? Mert az Isten igazságos. Az Isten bölcsebb, és az Isten az életünk első szakaszát azt azzal tölti. És tudjátok, hogy megmentsen, megtartson, vezessen bennünket. És ez nagyon jól működött. Mózesnek kialakult a tökéletes identitása annak ellenére, hogy az Egyiptom bölcsességeivel, napistennel, holdistennel, kék, zöld, sárga és piros istennel teletömték a fejét. Mégis egyszer csak 40 éves korában azt mondja az ige, hogy lemegy az atyafiai között. Lemegy és azt mondja, hogy fiúk, megjöttem, én vagyok a Mózes a hegyről, aki rendet tesz egyből. Megérkezik és rendet tesz, látja, hogy az egyik egyiptomi üti a héber társát. Benne volt a szívében, nem hiszem, hogy Egyiptomba az egyiptomi bölcsességek és a tudás arra tanította, hogy a héber öntudatra, a zsidó öntudatra nevelte, egyiptomi öntudatra nevelte, hisz ő volt a trónörökös, ő volt a herceg. És egyik pillanatról a másikra, hogy megszólal benne ez ugye egyrészt dúlt benne, hogy teljesen természetes volt számára, hogy ő neki minden sikerül, minden rendben van vele, ezért az egyik pillanatból a hercegből, ahogy elhagyja a 40 évet, beduin pásztor lesz. Ez egy nagy ugrás. Ez egy nagyon nagy ugrás. Hercegből beduin pásztor. És a következő 40 év az azzal telik el, az első 40 év az azzal telett el, hogy nem vette figyelembe Mózes azokat, a jeleket, csodákat, lehet, hogy a szülei mondták, hogy Mózes, vigyázz magadra, fiam, ott a fáraóházában, vigyázz, ne hozd az észt, várd meg, amíg az Isten beindít, várd meg, amíg az Isten begyújt, mert nagy dolgokat fog készíteni rajtad keresztül az Isten. Mózes nem várta meg, begyújtotta salát magát, és hercegből gyilkos lett. Nagyon érdekes ugye, hogy azokat, akiket meg akart menteni, nem feltételezem Mózesről, hogy ezt rossz szándékból tette, de egyszerűen az isteni útmutatás, az isteni vezetés az olyan természetes volt számára, hogy levegőt vesz, hogy él, hogy eszik, hogy van. És tudjátok, mindig el szoktam mondani, hogy a jövőd az attól függ, hogy ma mennyire vagy hálás. Hogy csak a levegővételél vagy hálás? Vagy csak azért lehetnél hálás, mert minden más összedőlt az életedbe? Erről beszéltem 6 alkalmon keresztül a Jobb történetében. Azért is lehetsz hálás. Mert van olyan ember, akinek még az se jön össze. Egyszerűen az is egy nagyon nagy hála az ember szívébe. Tudjátok, az idő és a tér még egyet okoz a testünkön, hogy akármit csinálsz vele. Sokszor nézem ezeket a szánalmas erőlködéseket ezeknél a 70, 75, 80 éves színészeknél, hogy olyan szépek lehetnének olyan őszhajjal, olyan
tetszik az, aki a Dávid királyt játszotta, az a Richard Gere olyan, még most is, én nem vagyok nő, de ha nő lennék, biztos, hogy tetszene, mert még most is olyan sármos, pedig öreg, mint a bűn. De egyszerűen most is van benne olyan sárm. Ősz a haja, megmaradtak a vonásai, múltkor láttam, félmeztelenül lefényképezték, és azért még ott valami mellizom is fityeg, már lüttyed, de azért még azt mondom, hogy 80 éves ma még megnyalja a szája szélét. Megmaradt a húzatja. Aztán vannak ezek az agyon botoxozott, agyon festett hajú, tehát ugye most nem akarok neveket mondani, de valamelyiknek még mindig hófekete a haja, van amelyik még mindig gyönyörű, még mindig egy ránca sincsen, még mindig boxol, meg Rambót játszik, mint hogy hagyná, hogy beőszüljön a haja, és betelve az élettel, élvezve, amiket elért, nyugodtan pihenhetne. És tudjátok, ez a szánalmas erőlködés, és ugye a jóléti evangéliumnak ez is egy baja volt, hogy azt mondja, hogy ha beteg vagy, akkor biztos bűn van az életedbe. Barátaim, épp most hallottam a napokban, voltam egy pásztori összejövetelen, és mondták, hogy a Reinhard Bonke évek óta rákkal küzd. És úgy megint előjött bennem, hogy hát, hogy lehet? Ugye megnevezte az utódját, ez a Daniel Kolenda jár most Afrikába, és most mondták, hogy olyan stádiumban van a rákkal, hogy egyetlen egy vágya van, hogy még egy utolsó nagy afrikai ébredés összejövetel. De ez valami nagyon nagy, ez valami óriási, mert érzi, hogy elköszön az élettől. Tudjátok, az testednek és az idő alá vetettség nem azt jelenti, hogy mennyire hiszel és mennyire nem, ha nagyon hiszel, akkor soha nem öregszel meg. Ha nagyon hiszel, akkor soha nem leszel reumás, ha nagyon hiszel, akkor soha nem fogod húzni a bal lábadat. Barátom, ez nem ettől függ, ez attól függ, hogy megöregszel. És ha megöregszel, akkor bármi megtörténhet veled. Furfangos, nagyon nagy tudással rendelkező keresztények biztos kitalálják, hogy valami bűnt követett el. Barátom, Isten soha senkit nem büntet meg rákkal. Ez nem Isten stílusa és nem Isten eszköztára. Mi lehet, hogy szeretnénk, meg az általunk varázslás, háttérből kimondott imák, de az Isten ilyet soha nem tesz. Az Isten egyszerűen jobban tudomásul veszi, az Isten nem úgy látja a betegséget, nem úgy látja az öregedést, mint mi, hanem úgy látja és szurkol nekünk nagy erőkkel, nem véletlenül Mózes, tudjátok, mikor látogatta meg? 80 évesen a harmadik szakasz előtt. Mert Isten azt mondja, hogy a harmadik szakasz, majd beszélek mindjárt a másodikról is, csak a harmadik izgalmasabb. A harmadik szakasz a legizgalmasabb, mert Isten akkor szurkol neked, hogy amit megtanultál az első 40 évben, amit hisztisztél a második 40 évben, azt a harmadik 40 évben ne rontsd el. A legnagyobb szurkolás az Istentől van, ha a legnagyobb szurkolója Mózesnek Isten volt. Ugye az első szakaszban egyik pillanatról a másikra beduin pásztor lett. Miért? Mert az első szakasz azzal telik az életünkben, és ha megnézitek, a keresztény élet is ilyen volt, hogy az első szakaszban kicsoda lehet ellenem, ha Isten velem van. Mentünk előre, mint a kos, áttörtünk mindent, néha az embereknek az állkapcsát is, néha az embereknek a szívét, a lelkét, végiggyalogoltunk rajta, de nem baj, nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. Taposunk a kígyón, a skorpión, meg a testvérünkön, meg az ellenség minden elején, és az a testvér, akin taposunk, az már nem árthat nekünk, az már tényleg nem. És ezek mind benne vannak. És az első szakasz az egy ilyen vehemenciával van, hogy van az Istennek a vonzása, volt Mózesnél is az Istennek a vonzása, hogy Mózes valahol érezte, hogy mire van rendelve, hogy megmentse a népét, de az az eszköztár, ami a rendelkezésére állt, azzal nem tudta megmenteni a népét. És ezért menekült. Olyannyira menekült, hogy a műfater még üldözte is. És elment egy olyan vidékre, aminek semmi köze nem volt Istenhez. Elment egy olyan földre, ahol pásztor lett belőle. És kapott az Istentől 40 évet. A nagy csendben, a nagy némasságban esténként a föld nézett az égre, talán eszébe jutott, hogy milyen jó lett volna a palota tetejéről az égre nézni, eszébe jutott, hogy van-e esetleg küldetése, de olyannyira mentek az évek, és olyannyira eltávolodott az Istentől, hogy amikor egy csipkebokor égett, az ő rá olyan hatással volt, hogy az első kérdése az volt, hogy ki vagy te? Nem hozta annyira tűzbe a csipkebokor égése, alapvető problémák voltak vele, nem akart oda menni az Istenhez, az Isten mondta neki, gyere közel, utána, amikor az Isten elmondta a feladatát, ellenkezett, tehát egyszerűen lehet látni, hogy egy óriási távolodás volt az Istentől az életében. És tudjátok, az első szakaszban, amikor
Azok nagyon nagy kiváltságosok, akik felismerik akár a természetből, akár az életükből, akár a sorsukból. Én nagyon sok olyan emberrel találkoztam, aki nem úgy tért meg, hogy valaki telenyomta a fejét igével, hanem úgy tért meg, hogy felismerte az életéből, hogy valami mozgatja, valami nagyobb hatalom. Az, hogy megszületik egy gyerek, az, hogy egészséges, az, hogy mi élhetünk, az, hogy levegőt vehetünk, az, hogy megmenekülünk helyzetekből, az, hogy létezünk, ezt valaki a kezében tartja. És Mózes ezt nem ismerte föl. Mózes az életünk első szakaszában, ha hívők vagyunk, ha nem, tele vagyunk erővel, fiatalok vagyunk, hát 40 éves kor volt az a zsidó kultúrában, amikor a férfit elkezdték férfinek hívni. 35 évesen mehettél volna te politikusnak. Ilyen fiatal ember, mint aki most megnyerte az osztrák választást, ezt be se választották volna még az óvodai tánccsoportba se. Mert azt mondták, hogy 40 éves korban nől be úgy a feje lágya, elmennek azok a vehemenciák, amelyek mindenki fölé akarják kerekíteni az embert. És ezért minden embernek az első szakasza az én vagyok, megmutatom, majd én külön leszek, mint apám, anyám, majd én tele van konfliktusokkal, küzdelemmel, bizonyítási vágya, stb. Valamelyikünknek ez sikerül, van, akinek nem sikerül, de ezzel pillanatok alatt elmegyünk, és akkor ott állunk. Általában mondják a pszichológusok is, meg a pszichiáterek is, hogy a 40 évesen úgy kiég az ember, és utána kezd el gondolkodni. Sok ember akkor hagyja ott a feleségét, mert akkor kell neki a fiatal hús, mert már megunta, mert már nem tud vele mit kezdeni. Akkor felborul nagyon sok családi élet, nagyon sok válás ebben az időszakban van. És tudjátok, ez az időszak után egy olyan időszak jön, ami ilyen nagyon-nagyon hányattatott, ilyen nagyon-nagyon csöndes, ilyen nagyon-nagyon kifacsart, kicsavart, és én ma azt látom, hogy az egyház ebben az időszakban van. Amikor úgy várja, hogy szóljon az Isten, várja, hogy megjelenjen az Isten, várja, a fele föladja, a fele még húzza, az igaz is alig tartatik meg, még azért a földről fölkiáltunk, még azért hátha. De a jó hírem, barátaim, hogy a harmadik szakaszt, a második szakasz után nem neked kell kieszközölnöd és kiérdemelned. A harmadik szakasz az azzal indul, hogy megszólít újra az Isten. Ez most tudom, hogy nehéznek tűnik, és nem véletlenül mondom nektek évek óta, hogy egy dologra nagyon figyeljetek, hogy legyetek nyitottak arra, hogy az emberek mindenek előtt, minden ember előtt az Istennek a hangját, ha meghalljátok, azt ne felejtsétek el soha. Mert az a hang fog benneteket megtartani, az a hang fog benneteket megmenteni. És tudjátok, a második szakasz azzal telt Mózesnek, hogy mentek a hétköznapi életek, igazániból se Isten, se ember nem érdekelte, elvette egy asszony, született két fia, valahogy úgy teltek az évei, nem is sokat mesél a Biblia erről a második szakaszról, csak annyit, hogy olyan volt, hogy a végén a Mózest a csipkebokor se hozta lángba, tűzbe. Azt se hozta tűzbe, hogy újra visszamehet az övéiért, és kiszabadíthatja őket. Azzal is úgy volt, hogy a legtöbb kifogást ő kereste, most dadogok, most nem érek rá, azért mégiscsak birka szüret van, nem mehetek el, itt van a családom, stb. Tehát az Istent nehéz kihozni a sodrából, de Mózesnek sikerült. Mózes azt mondta, hogy na most már aztán elég legyen. Isten mondta, hogy jó, akkor majd megoldjuk, akkor majd Áron beszél helyetted, jó, akkor majd csodát teszel, én veled leszek, stb. Na Mózes el akart menekülni, és tudjátok, a második szakasz az arról szól, hogy kiüresedünk, és a kiüresedés nem mindig ördögtől valónak tartsad, ahhoz, hogy az Isten meg tudjon tölteni, ahhoz ki kell üresednünk. Mózes olyan üres volt, úgy elképzelem, hogy kigyullad a csipkebokor, ugye ugyanúgy indult neki a reggel, mint az előző 40 évben, kiterelte a pár száz birkát, vagy a pár ezret, én nem tudom, hogy milyen gazdag volt az apósa, vagy ő, kiterelte, megállt, leült, ugye, aki már látott juhász szakmát, ha nem az az idegtépő élet, na, hogy most szétcsap az ideg, jönnek a telefonok, stb., és akkor emberek sokasága megy át rajtad, útkereszteződésbe ér, stb. Szóval lehet látni a juhászokon, mikor mennek, és akkor dudálhatsz te, hogy hajtsa le ő, akkor is abban az utemben úgyis megállsz. Úgyis, meg ha nem állsz, meg ott van 1000 birka előtted, mi más fogsz csinálni? Leül komótos, amikor azt mondod a juhásznak, hogy siessen vissza,
akkor lehet, hogy másfél hónap múlva vissza is ér. Voltak olyanok, az erdélyi havasokban mesélték, hogy főhajtották a juhászok a birkákat, és elfelejtettek évekig visszajönni, mert a birkák eltartották őket, és mikor visszajöttek, mondták, hogy vége a háborúnak, és akkor mondták a juhászok, hogy milyen háborúnak. Mondták, hát volt egy kis háború. Milyen háború? Hát olyan, hogy fölégette az egész világot. Tényleg? Jó van, akkor visszahajtjuk a birkákat. De egyszerűen nem egy idegesítő lett. És képzeld el, hogy ez az élet, ez a monotonitás a birkának nincs igénye, hogy megünnepeld a születésnapját. A birkának nincs igénye, hogy tortát vegyél neki, annak egyre van igénye, hogy reggel hajts ki legelőre, vigyázz rá, este meg hajtsd vissza. Ez az igénye. És amíg él, semmi több igénye nincsen. És ezért a Mózes megy, és képzeljétek el, hogy annyira közömbös és annyira fásult volt, hogy át kigyulladt a csipkebokra, így elképzelem, ott áll 80 évesen, és azt mondja, semmi tűz. Hát azért az ember, értitek, megy azért egy legelőn, és kigyullad a csipkebokor, és igazért ott valami van. Fölugrok, hurrá, vagy mitől elájulok. Tehát valaminek kell, hogy történjen. Valami reakció. Mózesnek így nézte. És olyan úgy nézte, olyan, jó, ez is valami. Ugye az Isten azt mondja, gyere ide. Elindul olyan komótosan. Azt mondja, állj! A mamuszod. Rajtad maradt. Mózes azt mondja, a legelőn levenni a mamuszt. Hát jóval leveszem. És ugye semmi olyan tűz, hogy az Isten azt mondja, hogy Mózes, eltelt 40 év, és megjelentem neked én, az Isten, és azt mondom, hogy menj vissza a népedért. Mózes azt mondja, ja, hát az is egy opció, de az is egy opció, hogy nem megyek vissza. Az is egy opció, hogy itt maradok, az is, hogy visszamegyek. És akkor ott latolgat, és az Isten nagyon kiosztja a sodrába. Tudjátok, én ma ebben az időszakban látom magunkat, hogy az Isten hiába tiltakozunk, bármennyire is, mert mindannyian föl tudjuk sorolni, hogy milyen szörnyű és borzalmas életünk volt, meg van. A bátrabbak azt mondják, hogy lesz. De az Isten, higgyétek el, hogy egy olyan helyre rakott le bennünket, hogy a tenyerén hordozott, kaptunk lehetőséget megismerni őt, kaptunk lehetőséget hallgatni az ő igéjét, kaptunk lehetőséget maradandó dolgokat gyűjteni. Kaptunk lehetőséget, nem kellett 4 éves korunktól beállni egy gyárba, és telefonokat gyártani okos és gazdag embereknek. Nem kellett 6-8 éves korunktól családfenntartó szerepet játszanunk, mint nagyon sok helyen, nagyon sok kisgyereknek, hanem egyszerűen végig tudtuk élni azt a boldog gyermekkort, azt a boldog ifjúkort, aminek megvoltak a nehézségei, megvoltak a könnyebbségei, de valahol az Isten megtartott bennünket arra a napra, hogy találkozhattunk vele. Aztán ez annyira természetessé vált, és annyira hétköznapivá vált, hogy az Isten majd segít, az Isten majd jön, az Isten majd kihúz a csávából, az Isten majd lenyúl értem a kútba, ahogy József is a Józsefnek a ledöbbenését az okozta, hogy az Isten megjelent neki álmába, az apja szerette, cifraruhát kapott, stb. De barátaim, a kútból nem húzta ki az Isten. Nem húzta ki a kútból, hanem ott hagyta a kútba, sőt, utána nem is jó emberek találták meg, hanem rossz emberek találták. Olyan rossz emberek, akik eladták pénzért. Mert tudjátok, a következő időszak, a második szakasz az arról szól, hogy ott már Isten gondoskodik arról, hogy ne hagyd figyelmen kívül őt. Ott már gondoskodik arról, hogy ahogy Mózesnél is gondoskodott arról, hogy a figyelmen kívül hagyod, hogyha nem kezdesz el azon gondolkodni, hogy mi a mullandó, mi a maradandó, ha nem kezdesz el azon gondolkodni, hogy mi a fontos számodra, akkor egyszerűen ebbe az időszakba el lehet veszni. És tudjátok, ma ez egy nagyon nagy kérdés, hogyha odaállsz te, amikor magadba vagy, a tükör elé, és azt mondod, hogy mi a fontos számodra. Az újjászületett, jóléti evangéliumban hívő karizmatikus kereszténynek az a legnagyobb baja, hogy nem a maradandó a fontos a számára, hanem a mullandó. És tudjátok, eljön az a pillanat, amikor a maradandót, ugye Isten nagyon sokszor, nagyon barátilag figyelmeztet, hogy semmit nem fogunk elvinni innen. Amikor a maradandó, az itt marad, az is benne van a nevében. Tudjátok, eljön az életünknek, amikor megtörténik az a pillanat, és higgyétek el, hogy ez szörnyű kimondani, mert hát mindannyian fiatal emberek vagyunk, fiatal férfiak, nők, de szörnyű, hogy minden, amit itt szerzel, az gyakorlatilag el fog veszni. Vagy a tűz égeti meg, vagy elviszik, vagy elveszik tőled.
Semmit, amit itt szerzel, legyen az a legszebb lakás, a legszebb otthon, a legszebb autó, a legszebb, amiért annyi. Gondoljatok csak bele, hogy mennyire fontos az embernek a hajlék, hisz hát az első, amikor az ember gondolkodik abban, hogy társat választ, mi az első nagy terhel az életében, valamikor évtizedekig meghatározza ez az életünket, hogy hogyan tudunk otthon teremteni. Nézzétek meg, az otthonunkért mi mindent megteszünk. 35-40 éves hiteleket bevállalnak emberek. Állandóan szépítgetni kell. Nincs úgy, hogy úgy megcsinálod a házadat, hogy készen van. Különösen a családi házban laksz, ugye a panelban a nagy találmány az volt, hogy azt meg lehet úgy csinálni, hogy készen van. Ott nem nől a fű, és ez készen van. Amúgy se tudsz olyan nagyot újítani rajta, mert mit? Képet nem tudsz beverni, mert kemény beton. Valahogy úgy jó, ahogy van. Olyan szépen megcsinálták, olyan tágasra, olyan kényelmesre, az erkély is olyan kényelmes. És ezért az első dolog a hajlék. És tudjátok, ez egy nagy kérdés, hogy az embernek a legnagyobb igénye arra van, hogy legyen újra otthona. A látható és a láthatatlan világ között az a különbség, hogy a látható az ide akar téged húzni, a láthatatlan pedig azt mondja, hogy nem ez az otthonod. És olyan dolgokat próbálj gyűjteni, amik ahhoz segítenek hozzá, hogy át tudj menni nyugodt lelkiismerettel a láthatatlan. És az első két időszak az nem szól másról az ember életében, az első két szakasz, és olyan megdöbbentő, én visszagondolok a most is nagyon fiatal vagyok, de amikor még fiatalabb voltam arra az időszakra, egyrészt olyan megdöbbentő, tudjátok, a napokban gondolkodtam el rajta, hogy 46 éves vagyok. Tudom, aki több már, az mondja, hogy hallgassál már, ficsúr, üljél le, menjél vadászni, csóka vagy még, csipogjál csak nyugodtan. De akkor is megdöbbentő. Hát emlékszem rá, most születtem. Tisztán emlékszem a napra, egy szép tavaszi nap volt. Anyám üvöltözött, és emberek segítettek neki. És ha belegondolok, 46, ami ha Mózes igaz, amit mond, azt mondja Mózes, hogy mennyi az ember élet? 70? Talán 80? Akkor azt mondom, hogy Mózes, fogd be a szádat, ne idegesítsél föl. 46. Ha 70, nem áll. Megettem a kenyeremnek a javát. Ha 80, túl vagyok a felén. Nem á. És tudjátok, ez az a pillanat, ami a korszakok között különbséget tesz, hogy az Isten azt mondja, hogy bekezdünk egy erős korszakkal, megszületsz, segítek, valahogy soha nem tudtuk elképzelni, hogy hogyan lesz társunk, aztán lett. Nem tudtuk elképzelni, hogy hogyan lesz hajlékunk, aztán lett. Most lehet, hogy nem a tied a legnagyobb, de lett. Nem tudtad elképzelni, hogy hogyan fogod te felnevelni a gyerekeidet, aztán már sokan az unokáikat nevelik. Ezek nem volt. Hát egy embernek, aki kijön ugye az egyetem után, vagy a gimnázium utáni depresszió, hogy el kell döntened az egész életedet. Olyan döntés kell hozzá, ami meghatározza az egész életedet. Hát az én gyerekeim most már 4 érettségizett, de a depressziónak a legnagyobb fokát az érettségi után éreztem rajtuk. Hívő család, ide hívó család, oda, valamelyik teljesen összezuhant, hogy mi lesz most. Vége annak a megnyugtató, bemegyek reggel, lehet szivatni a tanárokat, jófej gyerekekkel vagyok, nincs tétje, ha pénz kell, akkor adnak, be kell fizetni valamit, mi a feladatom? Anya, be kell fizetni valamit. Ennyi. És akkor mit csinálnak? Odaadják. És akkor te mit csinálsz? Befizeted, ha el nem felejted. Ha elfelejted és elküldöd, akkor kérsz még egyszer, mert hát az anyádnak úgyis ciki lesz, meg az apádnak, ha nem fizetted be. Egy gondtalan élet, és akkor hirtelen egyszer csak valaki megkérdezi, hogy mi akarsz lenni. Ott jön ugye az érettségi tavaszán ez a hülye kérdés. És akkor azt mondja, hogy micsoda, semmi, se gimnazista, még 8 évig. Semmi. De, be kell x-eljél valamit, és úgy x-eld be, hogy van még 2 hónapot, hogy még variálhatsz rajta, de úgy x-eld be. És akkor láttam a gyerekeimen is, hogy én mi akarok lenni? Hát mi? Az egyik lányom egész életébe óvónő akart lenni. Egész életébe. Amióta megszület. Már óvodában is óvónő akart lenni. És a 3 nappal megyünk haza este 6 órakor, jön velem, és mondja, hogy éjfélig lehet még megváltoztatni, hogy hová megy. És mondom, hát de mondom, milyen szerencsés vagy te, hogy te már tudod ezt már. Azt mondja, igen, de ő nem szeretne óvónő. Miért? Hát ő nem tudja. És láttam rajta azt a bizonytalanságot. És mondom, mi szeretnél lenni? Azt mondja, hú, mi is lesz, várjatok? Valami gyógymasszőr. Gyógytornász, bocsánat. Kösz.
Majd többet járok haza. De hát gyógytornász. Hát ez azért elég nagy ugrás. Úgy az óvónőből. Még jó, hogy nem tűzoltó lett, akkor még azért néztem volna. És láttam rajta azt a vívódást, és amikor beválasztotta és beixelte, akkor reggel kérdeztem, hogy nyugodt vagy. Lehet, hogy jobb lett volna óvónőnek. Édes Istenem, mondom, hát majd mit? Majd valamit csinálunk, majd leszel gyógytornász és meg óvónő is. Maximum így tudjuk kiküszöbölni. És látom ezt a bizonytalanságot, és tudjátok, mégis valahogy nem merül föl bennünk, hogy valaki egy láthatatlan kéz azért csak tereli, csak igazgatja az életünket. Hát csak eljutottunk eddig a mai napig. És ezt úgy bedobjuk, hogy az emberek úgy vannak vele, hogy úgy bedobják, nézzétek meg, hogy egyszerűen ma olyan érdektelenné válik az egyház is, a világ is, ugye az Isten felé, hogy úgy, ha nem csinálja a dolgát, amit én akarok neki adni, akkor az, amit csinál, az meg nekem kevés. Tudod, mit csinál? Megtart, megőriz, fenntart bennünket. Nagyon nagy dolgot csinál. Megizzad velünk. Vannak olyan gyermekei, aki az idegbaj szélére sodorják. Ha nem lenne Isten, már rég idegbajt kapott volna. Az az egy szerencséje, hogy Isten. És így meg tudja tagadni az idegbajt. És aztán jön a második korszak, amikor keressük a helyünket, és úgy kiégünk, és látom, hogy ez megvan az egyházban, és hogy úgy megszokjuk már az Isten ellátását. Megtértünk, gondoskodott rólunk, felszóltunk az égbe, küldött mennyasszonyt, felszóltunk az égbe, küldött lakást, felszóltunk, lett ez, lett az, fú, gyerek fordítva volt benne, visszafordította, szóval olyan hétköznapi csodákat csinált, amiket mi annyira megszoktunk, hogy az Isten belevezetett bennünket egy másik időszakban, amikor azt mondja, hogy na most jöttek okosok, na akkor gyerünk, lehet élni az életet. Nem kell megköszönötök semmit, nem kell. Lehet élni az életet. Lehet maradandókat gyűjteni, mulandókat gyűjteni. Lehet felhalmozni, lehet. És tudjátok, olyan szörnyű, hogy a legszebb lakást is megunod. A legszebb autót is megunod. Most ne értsetek félre, a legszebb nőt is megunod. Hát a házasságban ez a csoda, hogy meg kell újítani mindig. Gondolkodtam rajta, hogy ott a Máté evangéliumban a boldog mondásoknál nem írja, hogy boldogok azok, akik házasok. Nekem úgy hiányzik, nem? De azt mondja az Isten, hogy nem, ez nem így van. Hazudnak. Hát benne van abban minden. Abban benne van magasság, mélység. Benne van hajszál esetek, amikor rezeg a léc, és majdnem szakad minden. Tudjátok, az első nagy válás az a világegyetemben az ember és az Isten között volt. A válás mindenki számára egy tragédia, mert az az ember, aki valaha az életed része volt, azt utána gyakorlatilag egy szellemé válik, és mintha nem is létezne, úgy kell kezelni. És az Isten ezt nem akarta elfogadni, hogy az az ember, aki az élete része volt, az egy szellemé váljon, és kezelje úgy, és ezért az Isten nem is tudta ezt megtenni az elmúlt 6000 évben, hogy úgy kezelje az embert, hogy senki, hogy lenézze, hogy elszakadtál, akkor pusztulj meg. És Mózesnek a második szakasza egy gondolkodás volt, de nagyon sokszor, tudjátok, ez a gondolkodás elviszi az embert egy másik irányba. És ezért a harmadik szakasz, és én azt gondolom, hogy azelőtt állunk, de ezt azok fogják meghallani, akikkel megtörtént ez a kiüresedés. De a harmadik szakasz, azt tudjátok, az a csoda benne, hogy a harmadik szakasz az úgy kezdődik, és én ezt szeretem a legjobban, hogy nem kell nekem érte különösebbet tegyek. Az Isten odajön egyik reggel, és meg fog szólítani. Ha ez a reménység kihalt belőled már, és azt mondod, hogy már olyan régen nem történt ez meg, hogy ennek már semmi esélye nincs, Mózes 80 évesen, 40 évig pásztorként, sokszor tisztelem, becsülöm azokat az embereket, akik 40 évig egy helyen laknak. Én 46 vagyok, de hát olyan 10-szer költöztem. És még nem kizárt. Most már teljes konzervatív, és látszik, hogy öregszem, mert tizenvalahány éve nem költöztem, de költöztem. Mindig úgy volt, amikor született egy gyerek, azonnal költöztünk. Mentünk jobbra. Amikor született a Levente, már mondtam a beidegződést, na, mondom, drágám, költözünk. De aztán az Isten mondta, hogy nem, most ezek a régi mechanizmusok már nem működnek. És tudjátok, akik 40 évig kézded el, ugyanonnan jössz el, ugyanoda mész haza, ugyanaz az ágyad. Az ágynemű talán változik, de ugyanaz a függöny, ugyanaz az ablak, ugyanaz. Biztos ismertek ilyen embereket, akiknél nem mozdul meg az idő.
Az nagyon kemény. És ez a Mózes, ott nem mozdult meg az idő, minden nap ugyanaz, és egyszer csak ebbe a nem mozdul meg az időbe, amit most is átélünk, hogy nem mozdul meg az idő, és az ördög be akar bennünket csapni, és mindenféle pótcselekedettel, mindenféle külső hatással próbálja, hogy itt az Isten, ott az Isten, amott az Isten. Hidd el, ha olyan mamlasz is, olyan mamlaszok is leszünk, mint a Mózes, hogy így nézünk, akkor is az Isten a harmadik szakaszt úgy kezdi, hogy meg fog szólítani. És nem hagyta magát az Isten, nem az volt, hogy Mózes hátrafordult, jó van, égjé, én elmegyek, megfejem a birkát, vagy ha nem kell, akkor mit tudom, kikörmölöm, vagy valamit csinálok vele. Az Isten azt mondta, hely Mózes, nem mész te sehová, gyere ide, beszédem van veled. Mózes nagyon sok mindent elrontott. Mózes körözött gyilkos volt. Mózes nem csak a Egyiptomot kellett ott hagyja, ott kellett hagyni a családját. Mindenki Egyiptomba maradt. És nem is mehetett vissza látogatóba, mert nem volt útlevele. Mindenkit ott kellett hagyni, egy teljesen új család, egy olyan család vette körül, akinek teljesen más volt az ideológiája, a gondolkodásmódja, mindene más volt. És mégis nézzétek meg, hogy az Isten a harmadik szakaszt úgy kezdi az életünkben, és ez a jó hír, hogy azt mondja, hogy Mózes, mindegy, hogy mi történt eddig. Mindegy, hogy mit csináltál. Én most eldöntöttem, hogy megszólítalak. És tudjátok, mi ebben a reménység, hogy az Isten belőled és belőlem mennyasszonyt akar. Erre jelen pillanatban semmi esélyünk nincsen. Vagy legalábbis nagyon minimálisra csökkentek az esélyeink. Néha, ahogy viselkedünk, ahogy hozzáállunk, ahogy gondolkodunk, ugye úgy vagyunk mi is Mózes, mint Mózes, hogy testvérek, gyertek, jöjjünk össze. Gyertek, testvérek, mit tudom én, csináljunk valami. Testvérek, csináljunk valami nagyot. Legalább egy 20 migránst fogadjunk be, hogy beszéljen rólunk a sajtó. Valahogy így vagyunk. Testvérek, itt az Úr. Elment az Úr. Nem is volt itt. Valahogy ez az állapot van. Aztán minden közösségben van néhány fanatikus, aki úgy van vele, hogy csináljuk meg, gyerünk, menjünk tovább, jó lesz ez. És így volt ez a Mózes is. És tudjátok, a második szakasz az ilyen, az menthetetlen. Az ilyen, hogy azt mondja az Isten, hogy egészen, és az a Mózes ott állt, az a tehetséges ember, aki megtanulta az Egyiptom bölcsességét, az a tehetséges ember, aki megúszta, aki gyékénybe mai napig, értitek, a bevásárló kosarat őról nevezték el. Ez egyszerűen zseniális pali volt. Ez a pali teljesen érdéktelené vált. Az a tűz, az, amivel azért ahhoz kellett tűz, hogy a Egyiptom kellős közepén fejbe csapjon. Nézzétek meg, hogy milyen volt akkor még a politika. Nem számított, hogy a fáraó fia üt, azt is megbüntették. Picit megváltozott az elmúlt 3000 évben ez. Ma, ha tartozol 14 forinttal, akkor felszólítanak. Megdöbbentő volt hallani, új jelenség volt, de el kell mondjam, mert egy nagyon érdekes jelenség. Van egy ember, aki elmegy nyaralni, és tartozik 36 ezer forinttal a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. És elmegy nyaralni, és jön hazafelé, és ahogy jön le a repülőről, van az, aki már volt repülőn, tudja, van a szép zöld folyosó. A zöld folyosón állnak ilyen vámosok, és a vámos csak úgy találomra kiválaszthat egyet, és akkor azt átvizsgálhatja, beleturkálhat a gatyádba, ha elvisz, levetkőztethet, stb. Tehát gyakorlatilag szabad keze van. Átvizsgálják az asszonyt, a táskáját, stb. És akkor megnézik az adófolyószámláját, és mondják, hogy van rajta 36 ezer forint, és mondják, hogy addig innen nem mehet haza, amíg be nem fizeti. Mondja az asszony, hogy 36 ezer forint nincs nála. Mondták neki, jó, akkor lefoglalják a bugyiját, a hajszárítóját, a táskáját, ami benne van. És nem engedik el. Azt mondják, ezt telefonálni ismerősnek, hogy valaki gyorsan jöjjön a reptére, mert nem engedik ki, 36 ezer forintot be kell fizetnie, képzeljétek el, 36 ezer forint. Azért, hogy megrázza a nemzetgazdaságot. Én elhiszem, hogy nem jut közétkeztetésre, stb. Azért ott van ott a nőnél 36 ezer forint. Tudjátok, nem ilyenek voltak régen az állapotok, hanem Mózes is bizony menekülnie kellett. És tudjátok, ez után az időszak után, ami most átmész, lesz egy olyan időszak, és én kérlek, hogy jó reménységgel várt, mert ha te nem a maradandóban gondolkodsz, nem a mullandóban gondolkodsz, hanem a maradandóban, akkor te
az örökké valóságban mennyasszonyként fogsz átlépni. Mennyasszonyként pedig emberi erőből, emberi akaratból, emberi tudásból nem fogsz mennyasszonyjá válni. Csak úgy tudsz mennyasszonyjá válni, hogy az Isten eljön az a nap, amikor ugyanúgy kihajtod a birkákat a földre, ugyanúgy tele vagy keserűséggel, ugyanúgy megölnél mindenkit, aki jön veled szembe, de nem jön veled szembe senki, ezért két birkát vágsz nyakon. Én volt az életemben egy olyan időszak, amikor csak állatokkal voltam, és most nem emberállatokkal, hanem csak állatokkal, mert kikerültem egy helyről, és utána azt hittem, hogy minden ember engem néz, és félrevonultam a világtól, és fél évig csak állatokkal voltam. És az utolsó stádiumában ennek már úgy voltam, és most az állatvédőktől előre elnézést kérek, hogy úgy tudtam csak ingert teremteni magamba, hogy vettem három kecskét, és azokat minden nap nagyon megvertem. Mert a kecské amúgy is megérdemli, de amúgy olyan hülye is volt. És amikor eljutottam így gondolatba eddig, hogy mekkorát fejlődtem az elmúlt fél évben, hogy gyakorlatilag kecskékkel küzdök, az a legnagyobb kihívás a napomnak, hogy ne gyere, az egyiket Eleknek hívták, a másikat Elenának. Azért volt bennem humánum, mert az Elenára nem ütöttem akkorát. Az Eleket meg azt nagyon megcsépeltem. És amikor fejbevágom, és csak továbbra is jön, csak jön, és értitek, reggel fölkeltem, megyek, most legyőzöm, levágom, minden este úgy feküdtem, hogy levágom, megsütöm, megeszem, és így fogom rágni, és így. És egy ilyen kifásul, kiég az ember, se Isten nem jut eszedbe, se ember nem jut eszedbe, se csoda, semmi nem érdekel. Gyakorlatilag ott állsz, mint egy üres edény. És tudod, amikor eljutsz erre a pontra, az emberileg borzalmas érzés. Borzalmas. Most képzeld el, hogy éreztem, hogy azért egy picit több van bennem, mint minden reggel azért keljek föl, hogy leverjek két kecskének egy nagy sallert. De barátom, erre futott. Kecskék megláttak. A gyerekeim úgy féltek tőle, és a kecskék meg a gyerekeimen töltötték ki a bosszút, mert a gyerekeim, csak azt láttam, hogy a gyerekeim ugrálnak föl a karámra, mert a kecskék meg hagyd, akkor mikor én ezt megláttam, hogy bánik ez a gyerekeimmel? Akkor már ugye a jogalapom is volt rá, bírósági ítéletem volt rá, azért a gyerekeimet egy kecske azért ne szívassa. Akkor mentem a deszkával. Túléltem mind a két kecske, elajándékoztam. Amikor megtértem és égett újra a csipkebokor, akkor elajándékoztam az összeset, mert úgy voltam vele, hogy akkor már nem volt ilyen ingerenciám. De tudjátok, így megy el az élet, hogy nem tud semmit tűzbe hozni. Szóval ma azért azt mondod az egyik testvérnek, hogy testvér, tegyél bizonságot. Mert a bizonság lelkeket ment. Én bizonságot? Hát, hogy jobb, ha nem tudja senki. Hát nincs egy se? Biztos, hogy nincsen. Hát akkor mondja negatív bizonságot, az is épít legalább, hogy mit ne csináljunk, az is egy bizonság. Hát de az meg olyan ciki. Tudjátok, olyan jó lenne úgy sorba állni, hogy ma ezt az áporodott világot, hogy ne zenével, meg ne látvánnyal, meg ne fényekkel kelljen földobni egy istentiszteletet, hanem hogy úgy valahogy úgy kijönne valaki, és azt mondja, hogy testvérek, nekem van bizonságom. Nekem az a bizony, és akkor elmondaná, hogy mi, stb. De úgy vagyunk vele, hogy pici bizonság. Amikor meggyógyulsz, pici bizonság. Amikor ima meghallgatásod van, pici bizonság. Hát lehet, hogy sorsfordulatok vannak benne, barátaim, egy-egy ima meghallgatásban, egy-egy bizonságban. Lehet, hogy épp valaki, egy valaki ül, akinek el kell mondjad. Mert az igaz bizonság mit ment meg? Lelkeket. Mi már úgy vagyunk a lelkek mentésével is, hogy hát ha én meghalok, halljunk meg már mindenki, ahogy már egyedül legyek. Ez a jó kis csapat, legalább együtt halljunk meg egyszer. És tudjátok, ez a második szakasz ilyen embert, mint a Mózes, 80 éves korában még megöregedett is, már fájt a háta, már, de megint nem volt hajléka. Ugye, hogy az elsőben nem volt hajléka, megint nem volt hajléka, azért ott aludt, hogy a juhászra nem az jellemző, hogy viszi magával a háromszobás, fürdőszobás házát, hanem az bizony, ahol éppen éri az éjszaka. És nem véletlenül a harmadik az szakasz, amikor a 90. Zsoltárt, amikor megírja Mózes, ott van 120 évesen, Isten közli vele, hogy nem megy be az ígéret földjére, Isten közli vele, hogy hibát követett el, Isten közli vele, ott vannak a legjobb, a rokonai, ott van a testvére, a Miriam, ott van az Áron, föllázadnak ellene, mondják, hogy csak Mózesen keresztül szólt az Úr. Az Isten mondta, hogy igen. Igen, így volt. Igen. Csak úgy jelzem, hogy először is testvérek üldözték el, mert amikor mondja az ige, hogy lement, akkor két héber vitatkozott, és akkor ott ment hozzájuk, hogy zsidó atyám, fiai, ne vitatkozzatok már, és akkor mondja nekik a két héber, hogy te magyarázol? Jobb, ha elmész, mert eláruljuk. Láttuk tegnap, hogy megőrted nagyon.
Nem, hogy örültek volna, hogy egy egyiptomival kevesebb. Azt mondják, nem, hogy elárulunk. És Mózes azt mondja, én nem bírom ezt idegileg, ezt a fenyegetettséget. Én elhúzok 40 évre. És tudjátok, én ez a szakasz, ezen a szakaszon átmész. Ha akarod, ha nem átmész. De nem azért, mert ezzel az Isten tönkre akar tenni, hanem amikor eljutsz abba a kiüresedett állapotba, és utána ott az Isten megszólít, és az Isten meggyőz, és hidd el, hogy oda fog állni elé. Tudom, hogy ez most olyan skifi, meg olyan, mintha a magyar válogatott megverni a spanyolt 6-0-ra. Tehát te értem én, hogy ez most ez kb. Olyan. Meg olyan, mintha Kozár Michelin legyőzni a Barcelonát 4-0-ra. Mit mondjak még, ami ilyen lehetetlen? Vagy olyan, hogy most majdnem azt mondtam, hogy nővény ütetett magadat, de az már nem olyan lehetetlen. Hanem egyszerűen ez olyan természetes lesz az Istennek, hogy azt mondja, hogy figyelj, az életed első szakaszában nem vettél észre, pedig ott voltam. Ott voltam végig. Ott voltam a születésednél. Ott voltam, amikor apád anyád elhagyott, mert mit mond? Ha apád anyád elhagyna, én nem hagylak el. Ott voltam, amikor meg akartál fulladni a kanálisba. Ott voltam, amikor összevertek a barátaid, kimentettelek. Ott voltam, amikor, ott volt végig az Isten. És mi úgy mentünk végig ezen az időszakon, hogy semmit nem vettünk ebből észre. Aztán a másodikból mindent észreveszünk, mert az nyomorult, nehéz, stb. Stb. De higgyétek el, hogy ennek úgy lesz vége ennek az időszaknak, hogy az Isten bejelentkezik, és azt mondja, hogy itt vagyok. És utána eldönthetette, hogy érdekel-e, hogy ott van az Isten? Érdekel-e, hogy mit akar? Azt is eldöntheted, hogy mulandót vagy maradandót akarsz gyűjteni. Csak szeretném felhívni a figyelmedet, hogy van ez a pillanat, amikor ha elfogadjuk az Istennek a hívását, és ha tönkre is mentünk, és ki is üresedtünk, de az bennünk van, hogy amikor az Isten ott van és hív, akkor nem szaladunk el, akkor meg fog történni a csoda. Meg fog történni a változás. És nézzétek meg, odaáll a 80 éves Mózes elé, és azt mondja neki, hogy Prius törölve. De uram, hát én Prius törölve. Uram, semmire nem vagyok képes. 40 év alatt úgy letompultam, hogy egyszerűen a birkát nem tudom meggyógyítani. Na akkor nyújj be az inged alá. Na akkor dobd le a botot. Tudjátok, a reménység. Azt mondja a Biblia, hogy olyan reménységet kaptunk, a bizalom, a hit az reménység, amely nem szégyenít meg bennünket. Most egy olyan időszakban vagyunk, amikor ha egy megmarad benned, hogy várod azt a reggelt, várod azt az estét, amikor az Isten meg fog szólítani. A Jób története erről szólt. Jób, aztán ha valaki kiüresedett, Jób kiüresedett. Ha valakit lepucoltak, testileg, lelkileg, anyagilag, Jóbot lepucolták. Tehát a Nemzeti Adó és Vámhivatal nem tudta volna így lepucolni a Jóbot, mint ahogy a Jób le lett pucolva. Annak az ingatlanjai, az ingóságai, az aranyfoga, mindent elvettek. Minden, a TB kártyája, minden ugrott. Egyetlen egy dolog tartotta életbe, hogy várta azt a napot, amikor az Isten meg fogja szólítani. És tudjátok, mi volt a megdöbbentő számomra, hogy eljött ez a nap. Mikor? Hát kapott mindent, hideget, meleget, jöttek a barátok, jöttek a testvérek, jöttek a héberek, mindenki jött, mindenki segítőkész volt, mindenki aranyos volt, csak mindenki azt mondta, hogy Jób, megérdemled. Bajod van veled. És jöttek, és egyszer csak bejelentkezik az Isten, és az Isten elmondja, hogy ő teremtette az eget, a földet, a krokodilt, beszél ott valami orszarvúról, meg krokodilról ott a végén, nem is értettem, hogy hogy jön ez ide, kit érdekel, ha elolvastátok, nézzétek meg a végén, a legdrámai pillanatban Isten elkezd beszélni a krokodilról. Ott áll a Jób gyerek, azt mondja, hogy jó, krokodil ide, de én itt szívok évek óta, nem hát, egy szót azért kéne mondani, hogy bocsi, Jób, vagy valami. És akkor Isten, amikor megbeszéli a krokodilnak a élettanát, akkor egyszer Isten odafordul Jobhoz, és azt mondja, hogy van-e kérdésed, Jób? És azt mondja, Jób, hogy nincs. Semmi kérdésem nincs. Majd amikor eljutunk oda, most ha odafordulna hozzád Isten, és azt mondaná, hogy van-e kérdésed, hogy ne lenne? Tegnap például, azelőtt például, különben az miért halt meg? Különben az miért támad fel? Én nekem nem tudom, ti hogy vagytok vele, én még nem vagyok elég üres, nekem még rohadt sok kérdésem lenne. Sőt, ahogy ismerem magamat, még szólnék az Istennek, hogy hagyd már azt a hülye krokodit, vagy öld meg, vagy de hagyd, nem érdeke. Vannak kérdéseim. És odaáll a Jób elé, és azt mondja a Jób, hogy nincs kérdése. Ott áll, értitek, rücskössen, rühessen,
mit tudom én, vakarja a cseréppel a hátát, az asszony nem áll vele szóba, elvették a gyerektartást, a családi pótlékot, a munkát, minden, ott áll semmi, ott áll barát nélkül, minden nélkül, és azt mondja, hogy nincs több kérdésem. Nincs több kérdésem. És figyeljétek, amikor kimondja ezt, hogy nincs több kérdése, onnantól kezdve az Isten lendületből, és azt mondja, hogy tudjátok, mi a mi bajunk? Az első szakaszsal az a baj, hogy mi cselekszünk. És megmondjuk az Istennek, hogy figyelj Isten, vagy beállsz a sorba, jó, hogy itt vagy a gyülibe, de üljél te is nyugodtan a fenekedre, és majd mi diktáljuk a tempót. Hogy melyik dicséret, meg hogy jön, meg ki énekel, meg ki, nem kell, ülj csak le nyugodtan. 6000 éves vagy, vagy ki tudja mennyi, lazítsál. Itt vagyunk miatt, azért értünk meg, azért születtünk újjá, azért tanultunk meg a kerubok száncsapásának a szármát is, hogy mi ezt tudjuk, vágjuk, kenjük, vágjuk. Hó, mikor jön a szent leellen, mikor megy, ki van bajban, milyen bűnök vannak a másikban. Nem áll. Hó, hát úgy születtünk, tudomány beszédével. Az Isten csak nézi egy darabig, csak ad, hogy hát, ha kinőjük, csak ad, és mi csak visszaélünk vele, és akkor azt mondja, jó van, gyerekek, második szakasz, akkor én most hátraállok. Gyerünk, fiúk, na akkor hajrá, gyülisek, hozzatok tüzet le az égből, hajrá, testvérek, hú, de jó, sárga fényjel meg zöldel akarjátok pótolni a szent lelket, meg hangerővel, jaj, de jó lesz nektek, szent lélek még a kanyarba sincsen, ti meg már érzitek, jaj, de jó lesz nektek, összekeveritek az igaz beszédet a hitetéssel, jaj, de jó lesz nektek. És az Isten így hátrál és hagyja, és amikor ott állsz majd, hogy azt mondod, hogy édes Isten, hogy mindegy, már annyi hülyeséget kipróbáltam, már annyira nincs kedvem semmihez, mint ahogy ma, ahogy nem tudom te, hogy vagy vele, de én nagyon sokszor vagyok úgy vele, hogy kellene menni az Isten elé, és annyira unom már. Újra mennyei atyám, az Úr Jézus nevében jövök eléd. Következő kéréseim lenni. Habár úgyse adod meg, de mindegy, azért megpróbálom még ötödszörre is, hát ha tele van már hittel ez az ima, mi? És akkor így, és akkor jön az ember, hogy dicsérjük az Urat. Ó, otthon majd hirtelen él egy jó hatás, elfúj a szél előttem, na majd megyek haza, dicsérjük az Urat, mire hazaérek. Nem, hogy dicsérjük az Urat, még nem is eszünk együtt. Mindenki megy jobbra, balra. Na majd, most szólt hozzám az Úr, majd most hónaptól, minden reggel, utána eljön a holnap, jó lesz az minden másnap is, jó lesz az minden hét, jó lesz az szombatonként majd, jó lesz az két havonta. Az ember így kiüresedik, és tudjátok, ezt a kiüresedést, én rajtam sokáig nagy nyomás volt, hogy hogyan tudok, és próbáltam ellene védekezni. És rájöttem, hogy ezzel nem kell védekeznem, hanem minél gyorsabban lezajlik a folyamat. Nézzétek meg, amikor Jób azt mondta, hogy nincs több kérdésem. Az Isten abban a pillanatban akcióba lépett, és mit mondott? Na akkor, jobb, következő, fogsz, áldozol, barátokat rendezzük, és az Isten elkezdett pörögni. Az az Isten, aki 32 részig, vagy 38-ig meg se szólal, az az Isten elkezd pörögni. Az az Isten, aki 40 évig meg se szólítja Mózest, még a csillagokból se tud jósolni, a birkák ürülékéből se tud jósolni, semmilyen szellemi hatást nem éri. Az az Isten, amikor a Mózes azt mondja, hogy na jó, megyek. Akkor az Isten, ó, szuper, Miriam, Áron, gyerünk, megyünk, őzőre rakta őket, vonatra, Izraelbe mindjárt semmi átmenet, ugye egy kis szünidő, be a fáraó elé, Mózesbe megy, azt mondja, figyelj ide, tegnap még olyan üres voltam, mint a köcsög, ma pedig azt mondom neked, fáraó, hogy engedd el a népemet. Azt mondja az Úr. Fáraó azt mondja, hogy jó ég, ha mi van veled, öreg fiú? Hát, műtől ez a nagy lendület? És akkor Mózes azt mondja, hogy ez nem az én lendületem. Az Isten erőre kapott. És higgyétek el, amikor a legüresebbek vagyunk. Ugye ezt sokszor elcsépeltnek tudjuk ezt az igét, de amikor a leggyengébbnek érzed magad, akkor vagy a legerősebb. Miért? Azért, mert az Isten akkor tud elkezdeni cselekedni. Alig várta, hogy Mózes elaludjon. Alig várta, hogy Mózes csak némán bambulja az eget. Alig várta, hogy Mózesnek eljönön a 40. év, és 80 évesen kimegy Mózes, és azt mondja, hogy. Vagy ott van Ábrahám. Ábrahámnak azt mondja, tudjátok, most a gyerekbibliaiskolában pont beszéltünk róla, hogy azt mondja Ábrahámnak, mi volt Ábrahámnak az ígérete? Annyian lesztek, mint égen a csillag. Mit felejtett el neki adni hozzá?
Hát legalább az elsőt. A gyereket. Azt elfelejtette. És akkor ott áll ábram, azt mondja, hogy de jó, inkább adtál volna vajas kenyeret. Annyian leszünk, és akkor a felesége mondta neki, hogy mi volt az Úrral való ígéret, hogy annyian leszünk, mint az égen a csillag? És mi van, Ábrahám, nem tudsz gyereket csinálni? Vagy mi van veled? Hát menj be a szolgáló lányomhoz. Hű, tudsz a francba. Akkor valami baj van. Hát mi van akkor? Az Isten elfelejtett bennünket, és ott állnak 90 évesen a tükör előtt, vagy 100 évesen, és az Úr meg megjelenik az utolsó év, ugye a terhesség évében, és azt mondja, hogy egy éven belül gyerek lesz. És ott áll két vénember, értitek, reumával, csúzzal, nem tudom milyen betegségek vannak még, nagy fájdalmakkal, kínokkal, szatyán bőrrel, lógó mellekkel, remegő kézzel, és azt mondja neki az Isten, hogy egy éven belül, és erre a sárának az volt a reakció, hogy Ábrahám meg azt mondja, hogy hát, nagy az Isten, majd oda, jövök, mama, készülj, már csak 9 hónap, addig oda érek. És lett neki. Kellett hozzá, volt olyan időszak, cirka 20-25 év, amikor az Isten azt mondja, hogy lesz. Ábrahám azt mondja, de mikor? Lesz. De kb. Egy év, két év. Lesz. És ugye így elolvassuk ebbe a 90. Zsoltárba, amikor mondja, hogy olyan neked egy nap, mint 1000 esztendő. Mi ezt tudjuk. Ugye ő nincs idő alatt. Mi idő alatt vagyunk. Ő azt mondja, hogy mindjárt jövök. József, Jákob meghal. Mondja Józsefnek, Jóska fiam, figyelj. Úgyis mentek vissza pár év múlva. Az a lényeg, hogy még egész jó állapotban leszek, csomagoljatok már engem is össze, és vigyetek már vissza engem a földre, ahol el kéne temetni, ahogy az apáim vannak eltemetve. Mondja a Jóska, hogy papa, még lehet, hogy meg is éled azt. És akkor olvassuk, hogy Jákob meghal, József meghal, jó fáraó meghal, 400 év elgurul, és 400 év múlva azt mondják, hogy az Isten, csak 436 év múlva azt mondja az Isten, hogy és meghallgattam Izraelnek a kiáltását. Kösz. Hú, nem kapkodtad-e, miért? Mert kiüresedtek annyira, és látjátok, még mindig nem elég üresedtek ki, még mindig azért, amikor az Isten újra beindította az ellátását, az Isten beindította az akciótervet, még mindig azért ott volt egy kis segítségnyújtás. Barátaim, én azt kívánom nektek, hogy jó reménységgel várjátok a harmadik szakaszt. Én biztos vagyok benne, hogy a harmadik következik, és nem véletlenül mondja, nagyon szép ez a Zsoltár, majd olvassátok el, mondja a végén, hogy jó reggel, hogy látogass meg, hogy úgy kelt föl, hogy képzeljétek el, azért bejelenti az Isten, azt a Mózes egész életében hajléktalan volt. Ennek soha nem volt egy háza se. Te jobban állsz anyagilag, mint Mózes, hidd el nekem. Ez végig csöves volt, hajléktalan volt. Tehát egyszerűen sehol semmi nem volt. És akkor utána azt mondja 120 évesen a Mózes, hogy mondja neki az Isten, hogy nem mész be az ígéret földjére. Olvassuk, hogy nem vágta föl az ereit, nem jött ki a rohammentő, nem használta ki a TB kártyáját, stb., hanem egyszerűen tudomásul vette. Tudjátok miért? Mert ott rájött arra, hogy az ő országa nem a világból való. Mit ért volna bele, ha bemegy? Csak úgy, mi már ismerjük az utána való történelmet. A fiúk beugrottak az ígéret földjére, elfoglalták. Nem telik bele, ugye 1400 körül az egyik kutatók szerint 1400 körül időszámításán előtt volt Mózes, a másik csapat az 1200-at számolt, tehát ott röpke 200 éve veszett az éterbe, de mindegy. Eltelik, barátaim, ugye Dávid, Salamon uralkodása, után ketté szakad Izrael, és gyakorlatilag 1000 év se telik el, és nincs Izrael, mert a babiloniak megszüntetik. Mózes rájött arra, hogy sokkal nagyobb örökséget kapott, mind amiben gondolkodott. És ezért nem reklamált. És látjuk ugye Mózest, mikor Jézus küzd az övéiért, küzd értünk, akkor Mózes illéssel jön vissza, csodálatos, szép, jó paszban. És tudjátok, mi a megdöbbentő, hogy milyen feladata volt? Olvassuk, hogy felvilágosította a messiást, hogy hol fog meghalni, mi fog történni. Annyira jó paszban voltak, hogy akik ott voltak tanítványok, az a 3 stréber, többiek így hívták őket, azok azt mondták Jézusnak, hogy Jézus, csináljunk már itt egy kis ilyen könnyű szerkezetes házat, ami gyorsan elkészül, és Mózes is itt marad, úgyis régen ettek már
maceszt, meg humuszt, stb. Illés is itt marad, te is, mert jó, egyefene, te is maradj itt, meg mi is itt maradunk, többiek rohadjanak meg, ahol vannak, de mi itt hatosban majd olyan jól el leszünk. Olyan kívánatos volt az egész pali, hogy rájött arra, hogy értsétek meg, az Isten hajlékot készít nekünk. És ahhoz, hogy hajlékot készítsen, ahhoz mennyasszony kell csináljon belőlünk. És ha benned az megmarad, hogy minden reggel azzal a reménységgel kelsz, vagy azzal fekszel, hogy hát a holnap ég a csipkebokor, akkor hidd el, hogy égni fog a csipkebokor. És megnyugtatlak, nem kell 430 évet rá várni. Ha meg kell, akkor úgyis mindegy. Akkor meg feltámadunk. De ez nagyon fontos dolog, hogy ez ne vesszen ki belőled. Lehet, hogy lesz bűnöd. Lehet, hogy gyilkolsz. Nem feltétlen biztos. De Mózes gyilkolt. És az Isten megjelenik 80 évesen, és azt mondja, hogy így, nagyvonalúan. Szóval gyere, mutatok valamit. Barátaim, a bűneidet számolhatod, a hibáidat számolhatod. Sok van. Megtehet már vele egy pár kockás füzet. Egy reménységed ne vesszen el. Megjelenik az Isten, és meg fog változtatni. És ne engedd, hogy ez bárki letaszítson erről az útról, bárki elvegye a reménységedet, hogy azért, mert ilyen vagy, vagy olyan vagy, téged biztos, hogy elkerül az Isten. Szeretném elmondani, hogy az Isten mindig azoknak hallotta meg a hangját, akik fönnültek a fa tetején és elbújtak. Szeretném elmondani, hogy minél messzebb bújsz el, minél mélyebbre, annál nagyobb az siker, hogy megtalál az Isten. Ha Zákeus vagy, azért talál meg, ha Mózes vagy, azért talál meg fog találni. És én ezt az időszakot várom, nagyon remélem, hogy holnap reggel eljön, de ha nem jön el, akkor is várom. Mert a harmadik szakaszban az a belépő, és utána a harmadik szakasz gyönyörű volt. A harmadik szakasznak megvoltak a terhei, megvoltak a nehézségei, megvolt a nyomora, de a harmadik szakasz gyönyörű volt. Gyönyörű volt. Az Isten dicsőségében zajlott, nem kellett erőlködni. Mózesnek nem kellett erőlködni. Azért nem értette az Isten, hogy miért üt rá kétszer. Hát Mózes, nem kell erőlködni. Ránézel a szikra, és jön a víz. Próbáltad, én voltam úgy, a hitemnek volt olyan időszak, hogy ránéztem a pénztárcámra, meg rátettem, és azt mondja, megáldalak téged az Úr Jézus nevében. És olyan hitem volt, hogy a kinyitom, tele van pénzzel, megmondom őszintén, hogy nagyobb hitem volt benne, mint az Istenben. És kinyitottam, és nem volt tele. És rájöttem arra, hogy nem ezen múlik, hanem azon, hogy tudok-e maradandót gyűjteni. És a legnagyobb maradandó az az, hogy reménységgel vársz. És okos szűz legyél. Gondolkodjatok, barátaim, hogy mennyire ellopja a múlandó az időtöket. Nézzétek, az egész világ úgy van berendezve, hogy ellopja nemhogy gyülekezetre, se családodra. Tehát a legszeretettebb emberekre, akik tényleg közel állnak hozzád, mert a családod, azokra nem marad. Meg kell állni ezen egy pillanatra, és el kell gondolkodnunk, és én bízom benne, hogy az Isten ebből úgy fog bennünket kirángatni, hogy meg fog állni előttünk. Megmondanám, ha tudnám, hogy mikor. Nem tudom. Lehet, hogy holnap. Lehet, hogy holnap után. De biztos, hogy nem hagy bennünket ebben az állapotban. Egyrészt nem azért fetszött belénk ennyi energiát, egyrészt nem azért őrzött bennünket az anyánk méhétől fogva, hogy elpusztuljunk, hanem egyszerűen megfog, és amikor megáll, akkor megváltozik minden. Minden. Én nem tudom már megváltoztatni. Sokszor már saját életemet, és már szerintem te is rájöttél, hogy lassan te se. 20 évesen megváltoztattam mindenkinek az életét az utcába. Hát vagy jó, vagy rossz irányba, de sikerült. Nem tudom. Ma már nem tudom. Sokszor már arra sincs erőm, hogy a gyerekeim életét megváltoztassam. Ők meg ennek szívből örülnek. Nincs erőm rá. Egyszerűen érzem, hogy üresedek, és le évekig ez olyan lelki terhet jelentett, mert azt hittem, hogy valami mély bűn, valami anyámtól, apánytól örökölt hiába valóság, valami szörnyűség, valami ragadvány, de semmi, barátaim. Egyszerűen az Isten lecsupaszít, amikor majd elkezd használni. És ezt ne szégyeljétek, nagyon ciki a mai világba, de ne szégyeljétek, mert ennek az lesz a következménye, hogy az Isten egyik reggel odaáll, és azt mondja, hogy most már kellően csupasz vagy ahhoz, hogy újra tudlak használni. És én nagyon várom ezt a pillanatot. Nagyon várom, ha kell, a bőrömet szedje le,
Persze, amikor üvöltök majd, az fájni fog, de megéri. Megéri, mert ez lesz. És nem úsztuk meg ezt. Én nagyon szerettem volna megúszni. Azért választottam olyan gyülekezetet, ahol mindig minden jól megy. Mert nagyon szerettem volna. Hallottam, hogy mindenki gazdag lesz, mindenki erős lesz, mindenki hős lesz. Én nagyon szerettem volna. Nagyon szerettem volna, ha ez így lesz. Nagyon szerettem volna, teljes szívemből szerettem volna, és rájöttem, hogy az Isten egészen másképp gondolkodik. Kiüresít, hogy mindent hagyjak ott, hagyjak ki magamból, és amikor kihagytam mindent magamból, és az utolsókat rúgom, akkor azt mondja, hogy na gyerünk, most induljunk meg. És az a viharvelt 80 éves Mózes olyan 40 évet levert, barátaim, 20 éveseknek a meg 20 éveseket megszégyenítő módon. 120 évesen saját maga ment föl a Nébó hegyére. Szóval nem olvassuk, hogy a beteg szállító kocsi vitte föl. Tudta tartani a karját, már csak egy napig tartotta a karját, az utolsó órákra fáradt el, akkor páran azért megfogták. Csak próbáld meg így tartani a karodat 24 órán keresztül. És akkor már 80-at elhagyta, azt teljesen biztosan tudjuk. A szeme se volt akármi, így van. Így van. Szóval nem olvassuk, hogy fölment a Nébó hegyére, és akkor mondja, hol vagyok? Ki vagy te, fiam? Józsué? Nem Józsué. Teljesen képbe volt. Hallotta az Isten hangját. Itt értettem meg, amikor idős keresztényektől kérdezik, és azt mondják, hogy mondják neki, hogy szeretne újra fiatal lenni, és látom, hogy az idős 50-60 évet szolgált emberek, barátaim úgy menekülnek ebből a földi életből, hogy egyszerűen mi ott még nyöszörgünk a temetésükön, érezzük a hiányukat, stb. Az meg fönn érted, bukfencezik a mennybe, és azt mondja, hogy hagyjátok már abba. Én el is döntöttem, hogy én megkérem az utána maradottakat, hogy nekem valami borzalmas, vidám temetést csináljanak. Tehát semmilyen. Eszük ágában ne jöjjön meghívni olyanokat, akik de hogy majd eljön utána, amikor már elföldettek. Oda olyanok jöjjenek, akik ezt átélik velem együtt, hogy egyet érezzünk. És ezek így ficánkoltak, így ugrándoztak. És tudjátok, ez azt tette Mózesbe is, hogy igen, az Úr meglátogatta. Én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy akár mennyire nehéz is most, az a reménység maradjon meg benned, hogy egyik reggel visszakapsz mindent, visszakapod az életedet, visszakapsz mindent, az Úr megszólít, és az Úr kezébe vesz, és utána már nem volt gond, erre menjél, arra menjél. Mózes nem mondta, hogy Uram, van az ígéret földje felé egy olyan út, ami egy hónap alatt oda lehet menni. Nem szólt semmit, arra ment. Lementek, hát nézzétek, lementek egész délre, össze, vissza, mentek, és senki nem vette elől a vazét, hogy merre mennek. Ott volt a kezükben, és semmi. És mentek, és bolyongtak 40 évig, és semmi nem tört. Ezért én kívánom ezt nektek, hogy ha magadra is maradsz, ha egyedül is maradsz, ha nehéz is, ezt a reménységet ne engedd, hogy kihaljon belőled, mert meg fog állni, és meg fog szólítani. És ez egy gyönyörű nap lesz. Viszont ha megtette, mondd el. Mondd el. Ne hagyd. Mondd el. És ott valami egészen más dimenzió indul. És ez a harmadik korszak vissza van, barátaim. És én ezt nagyon várom. Teljes szívem. Énekeljünk el egy dalt. Befejezésül...